Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, tisztelt polgárok, kedves barátaim, kollégáim, szeretteim. Száva Vince vagyok, a mi pártunk ima jogvédő országos elnöke, és itt a budapesti járásbíróságon vagyok, ez a 14. kerület. Csodálatos hírem van ismételten. Igaz, hogy reggel 8:30-tól 15 óráig tartott a tárgyalás, viszont az öröm számunkra az nagyon boldogít minket, főleg ugye a vádlott családtagjait, mert hogy nagyon-nagyon jó irányba van ez az ügy. Nagyon bonyolult, szövevényes ügyről beszélünk, de nekünk az a lényeg, hogy amit tudunk, tegyünk meg az ügyfeleinkért. Tehát még kettő tárgyalás van, és jön az az ítélet, ami úgy látszik, már nagyon látszik, hogy kedvező lesz számunkra, és természetesen a védencünk számára. Azt gondolom, hogy az a 75%-os siker szerintem az erős, úgyhogy kívánom azt, hogy ne kerüljön senki olyan ügyben, hogy legyen büntetügye, de ha mégis vagy polgári peres ügy, akkor a 0630 527 31 60-as telefonszámon megtalálható vagyok. A legutóbbi történetre is volna egy jó hírem. A legrasszistább szélső jobboldali szervezet, a MÖM, azaz Magyar Önvédelmi Mozgalom, körülbelül 4 bűncselekmény követett el Mezőhegyesen, és úgy látszott, hogy nem lesz abból semmi, azaz büntető ügy, viszont el kell, hogy mondjam nyíltan, Nagy Lajos, rendőrkapitány urat megkerestem először levélben, aztán személyesen. És ennek alapján valóban kértem, hogy legyenek a bűnösök megbüntetve, és immár, ugye ez nem régi eset, immár rabosítva lett László Attila és még néhány kollégája, akik felvonultak, megfélemlítést végrehajtottak, aztán gyűlöletbeszéd, meg sorolhatnám. Köszönöm szépen Nagy Lajos rendőrkapitány úrnak, hogy amit ígért, megtette. Igaz, hogy a TASZ is utána beleállt az ügybe, köszönöm nekik is, üdvözlet mindenkinek, és csodálatos jót kívánok mára, és szent áldást a jövőre nektek, nekünk, mindannyiunknak. Sziasztok!